40 Celsius fokot mutat a hőmérő a pécsi főtéren péntek délelőtt. Felhős az ég, de ez csak a közvetlen napsugárzástól véd. A hőség már most elviselhetetlen. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ami most pénteken ért volna véget, de ezt meghosszabbították július 18-a éjfélig, mert marad a magas 40 fok körüli hőmérséklet a jövő héten is. A pécsi önkormányzat szeretné elviselhetőbbé tenni ezeket a napokat. Már májusban napvitorlákat tettek ki a sétáló utcák fölé. Most a közkutakról, csobogokról gondoskodnak, mondja a városházi szóvivő. 35 ivókutat és 6 csobogót üzemeltetnek Pécs cégei, és tartanak karban folyamatosan városszerte. Ezekből bármikor friss és hűs vízhez juthat bárki. Érdemes Pécs város honlapjáról tájékozódni, mert egyrészt ott ezeknek az ivókutaknak, csobogoknak a pontos helyszíne is fel van tüntetve, illetve itt lehet megtalálni azoknak a közintézményeknek, intézményeknek a sorát, ahol bárki 2-3 órára leülhet. Orvosok azt tanácsolják, hogy aki otthon nem tudja hűteni a lakását, naponta néhány órát töltsen el klimatizált helyiségekben. Ezeknek a listáját szintén meg lehet találni város honlapján. A pécsi buszközlekedésben is igyekszik a városi cég elviselhetőbbé tenni az utazást a lehetőségekhez képest. Ahol természetesen azokon a buszokon, ahol van klíma, ott ezek folyamatosan működnek. Annyit tudnak még tenni a buszsofőrök, hogy ezekben a rettenetes napokban minden ajtót egyszerre kinyitnak, kicsit eltisztelőznek a járművek, és gyorsabbá is válik a felleszállás. Ez a közkutak.hu oldal, ahol a magyarországi közkutak pontos helyét mutatják meg településenként. Aki Pécsen ivóvízhez szeretne jutni, ténylegesen 300 lehetőség közül az oldalon megtalálhatja a hozzá legközelebb esőt. Érdekesség, hogy főleg a belvárosban több vendéglátóhely vállalkozás szerepel a listán. Ezeknél szintén ingyenesen lehet megtölteni a vizes palackjainkat.